Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit újra ebben a videóban. Ebben az előadásban a COVID-19-ről és ennek a katonai hátteréről fogok egy kicsit beszélni. Már előre bocsátom azt, hogy ennek a videónak a megértése nem könnyű, és olyan információkat tartalmaz, ami nem csak hogy nehezen érthető, de esetleg megzavarhatja az emberek nyugalmi állapotát, különösen azoknak az embereknek a nyugalmi állapotáról beszélek, akik még mindig azt hiszik, hogy egy sima járványról vagy vírusról van szó, ezért kérek minden nézőt, hogy a megtekintés nyugodt körülmények között kizárólag saját felelősségre történjen. Először is az ütemterv. Fogok beszélni a COVID-19-nek egy kicsit a hátteréről és a katonai programokról való összefüggéseiről, a mesterséges intelligencia szerepéről és azokról az intézkedésekről, amelyek napjainkban zajlanak és szintén ezt hivatottak bevezetni, a holografikus implantátumokról és az energiafegyverekkel való összefüggéseikről, és a megoldásról és egy olyan sztoriról, amely valószínűleg kevés embernek lesz érthető. Akkor először is nézzük meg a COVID-19-et, mint katonai programot. Ennek a kódnak a megfejtése egyértelműen igazolja azt, hogy nem egy koronavírusról van szó, hanem igenis egy elmemanipulációs programról, amit jelenleg a CIA futtat. Hogyha a betűket megfejtjük, akkor a következő jelentést lehet kapni. A C az a CIA-t jelenti, az O az az organization-t, vagyis a szervezetet, a V az a vakcinát, amely később le fog cserélődni virtuális szóra, ezt majd el fogom magyarázni, hogy miért. Az I az az identity-t, vagyis az egyént, a D az pedig a detection-t. Tehát, hogyha ezt összerakom, akkor kijön az, hogy CIA által szervezett vakcina egyén azonosítása. Amennyiben kizárólag a gyógyszeriparnál és a klinikai verziónál maradnánk, akkor az is lehetne ennek a kódnak a jelentése, hogy klinikailag szervezett vírus fertőzésnek a detektálása, de az én fejtegetésem és a kutatásaim mind arra engednek következtetni, hogy sajnos nem ezt jelenti. Hogyha megnézitek a COVID-19-nek a második kódját, amit pirossalra is kereteztem, akkor szintén érdekes dolgokra lehet bukkanni, ezt visszafelé és előrefelé is olvasva. Amennyiben valaki visszafelé olvassa, akkor az edari szóból, hogyha beüti ezt a Google fordítóba vagy a Google-be, akkor az ital jelentést fogja megkapni, amely vagy nem utal semmire, vagy pedig akár utalhat arra is, hogy mi van a vakcinában. A másik érdekesség az viszont az, amit akkor olvashatunk ki, hogyha ezt a szót nem visszafelé, hanem előrefelé olvassuk. Ugyanis, hogyha ezt a szót előről olvassuk, akkor kijön az a szó, hogy akarat. Ezen most nem fogok vitatkozni, hogy melyik kormánynak, vagy éppen melyik hatalomnak az akarata lehet, ezt mindenkinek a fantáziájára bízom. Viszont van itt azért még valami, ami érdekes lehet mindenki számára. Ez az irodá, ez nem csak azt jelenti, hogy akarat, hanem ez egy valóban Indiában globálisan létező szervezet is, amely integrált kutatás fejlesztéssel és ezeknek az akcióknak a végrehajtásával foglalkozik. Többek között szerepet kap itt néhány energiaprogram, fenntartható városfejlődés, akkor a klímaváltozás és a környezetvédelem, szegénységnek a megelőzése, és természetesen a mezőgazdaság. Természetesen ezek mind olyan programok, amelyek valamilyen szinten az ő általuk kialakítani kívánt, háttérhatalom által kialakítani kívánt új világrendhez kapcsolódnak. Ami nagyon érdekes, hogyha valaki megnézi a protokollt és a célkitűzéseit ennek a dokumentumnak, akkor talál benne olyan dolgokat, hogy politikai és társadalmi átrendeződés, valamint az, hogy az éghajlatát ennek az adott térségnek hogyan lehet befolyásolni. Már amennyire ez tartozhat egy olyan fejlődés, vagy olyan fejlesztés keretei közé, amely tényleg az emberekért van.
De akkor menjünk is tovább, mert van itt még egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ez pedig az, hogy mint minden szervezethez, ehhez is tartoznak különböző publikációk, különböző cikkek, folyóiratok, könyvek. Nagyon érdekes pedig az, hogy ezt is szintén a Rockefeller alapítvány finanszírozza, mint minden más háttérhatalmi tervet. Szeretném már itt felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a Bill Gates és a Melinda Gates alapítvány is szintén kapcsolódik a Rockefeller tervhez, ugyanis abba van beépítve. És akkor nézzünk most pár olyan intézkedést, ami az új világrend bevezetését fogja szolgálni. Ezek a képek a napjainkban készültek Németországban. Amint láthatjátok, még lehet készpénzzel fizetni, de már propagálják azt, hogy a kártyával való fizetés, vagy a mobillal való fizetés az sokkal egyszerűbb, gyorsabb és higiénikusabb. És itt a higiénián van a hangsúly. Nem elég a kártyás fizetésnek a szponzorációja, nagyon-nagyon elterjedt, és szinte minden boltban a mobillal történő fizetés. Természetesen, ahogy a képen is láthatjátok, a Google és az Apple az, amelyek ebben jelentős szerepet kaptak. Ezek a képek szintén nagyon-nagyon jól tükrözik, hogy milyen a hozzáállás a készpénzes fizetéshez. QR-kódos applikációkkal működő mobil alkalmazásokkal való történő fizetés. Érintkezés nélküli fizetés. Ezeket a képeket szintén napjainkban csináltam. Itt jól látható, hogy a zöldségeken és a gyümölcsökön a boltban már QR-kódos matrica található. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a vonalkód is ott van. Félreértés ne essék! Önmagával a QR-kóddal semmi baj nem lenne, hogyha nem egy adott háttérhatalmi rendszert szolgálna ki. Valójában ez csak annyit jelentene, ahogy az informatikusok is mondják, hogy bizonyos adattárolásra, információtárolásra használnák, és ez befutna egy adott szerverbe. A gond csak az, hogy ez mindegyik egy szerverbe fut be. Globális szervezetek, mint például a Monsanto és a Bayer átvették a növényeknek, zöldségeknek és a gyümölcsöknek a termesztési jogát, a kistermelőket nem engedik érvényesülni, és ők olyan szabványokat hoztak, amely meghatározza, hogy az adott zöldségnek és a gyümölcsnek milyen vegyszereket kell tartalmaznia, vagy éppen milyen más technológiát kell tartalmaznia. Szintén, most már a fagyasztott élelmiszereken is megfigyelhető, és nagyon-nagyon érdekes, hogy a WWF-nek az emblémája is megjelenik, amely szintén a Kamu klímaváltozási programnak lesz majd a része. QR-kód még a tésztaféléken és a rizsen is. Akkor menjünk egy kicsit tovább egy olyan agendával, amelynek nem feltétlenül kell megvalósulnia, és aminek a fejét állítólag már lekapcsolták, viszont a rossz hír az az, hogy ők ebben eljutottak valameddig. Figyelni kell erre a programra és erre az ütemtervre, mert amennyiben további lépések fognak ezzel kapcsolatban történni, az embereknek fel kell lesz ismerni azt, hogy mégis mifelé haladunk. Úgyhogy szeretném bemutatni a Rockefeller tervet, amit Rothschildokkal együtt eszeltek ki, szintén nem az emberiség érdekében. Akinek esetleg még új lenne ez az információ, azoknak szeretném azt elmondani, hogy ha valaki még mindig Soros Györgynél tart meg, Hillary Clintonnál, meg ezeknél az embereknél, Rockefellerék jóval ezek fölött állnak, és ők készítik el majdnem, hogy a pontos tervet az árnyék kormánnyal együtt, hogy milyen intézkedéseket kell végrehajtani, és a kisebbek gyakorlatilag, akik szervezeteket hoznak létre, mint például a CIA-t, ők már csak végrehajtóként működnek. Akkor nézzük is meg, hogy pontosan mit is tartalmaz ez a 10 éves ütemterv. Először is az egyvilágkormányt. Az egyfajta pénznemet, ami természetesen készpénz nélküli. Egy központi bankot, egy központi hadsereget, megszűnik a nemzeteknek a szuverenitása, ami természetesen a kabálnak már egy jó régi terve, hogy összemossa a fajokat és eltörölje a még megmaradt kultúrákat. El akarják venni az összes magántulajdont, egyébként ez folyamatban van, csak az emberek számára ez még nem vált nyilvánvalóvá. A családot, mint egységet meg szeretnék szüntetni, ez szintén a transhumanizmusnak az egyik alappillére. Amerikában már arra is törvényt szeretnének hozni, hogy ne lehessen kimondani például a szülők nevét, hogy apa vagy anya.
Népesség csökkentés és a népesség kontrollálása és a populáció sűrűségének a kontrollálása is, ez nagyon-nagyon fontos. Kötelező vakcinák, alapjövedelem, mikrocsippelt társadalom, utazáshoz, szállításhoz, kontrolláláshoz és adásvételhez. A szociális kreditrendszer bevezetése, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincsen vagyonod, nincsen pénzed, de hogyha mondjuk te olyan dologgal foglalkozol, mondjuk lélekvándorlással, amit mondjuk az új világrend programjában nem illeszthető be, akkor szépen kapod a büntető pontokat, és mondjuk már másnap nem részesülsz egészségügyi ellátásban. Akkor az 5G technológiára fejlesztett alkalmazások, és hogy mindenhol internet legyen, a gyerekeket a kormány nevelje föl, a kormányi legyenek az iskolák, a kollégiumok és az egyetemek, természetesen mondjuk ez eddig is többnyire így volt, vége a személyi közlekedésnek és az autónak a birtoklásának, akkor minden olyan üzlet, ami jelen van, az a kormányokhoz vagy egy adott szervezethez fog tartozni, a személyi közlekedésnek és a légi közlekedésnek a korlátozása majd megszüntetése, az embereknek, úgymond telepedési zónáknak, vagyis egy koncentrációs zónáknak, bizonyos városokba való töltése. Ne lehessen termelni, és csak annyi föld legyen, amin éppen az emberek az életüket tudják tengetni, és hogy ne legyenek egységes családi házak, és egységes család sem. Valamint folyamatosan a szintetikus drogoknak a piacra dobása és bevezetése és legalizálása. Már szeretném most leszögezni azt, hogy nem kell, hogy ez a terv feltétlenül igaz legyen, de nekünk embereknek is tenni kell ez ellen, hogy ez ne valósuljon meg. A másik ilyen az a kamu klímaváltozási program. Erről azért kell beszélnünk, és azért kell erre most már nagyon figyelni, mert ennek a bevezetése nem csak, hogy globálisan folyik, és ez már van olyan ország, ahol ezek nagyon-nagyon működőképesek, de ez lesz az a program, amivel az emberek szabadságát és jogait végre el fogják venni. Természetesen feltüntettem itt párat, hogy teljesen mindegy, hogy a német, Bundesheim vagy egyéb németországi szervezetek, de más világszervezetek is természetesen egykövet fújnak ezekkel a programokkal. Először is jön az, hogy drágul az üzemanyag, majd pedig korlátozva lesz és nem lesz. Ugyanez fog történni a fűtéssel és a közlekedéssel is, amely szintén a személyi jogoknak, tehát az emberi jogoknak az elvételét jelenti. Németországban itt már erre óriási propagandák vannak. Itt már be van az jelentve, hogy a koronavírus után ez meg fog történni, és hogy az embereknek a széndioxid kibocsátást az csökkenteni kell, mert nagyon veszélyes a környezetre, és hogy mindenkinek elektromos autót kell vásárolni a 2030-ra. Természetesen ez is ugyanahoz a programhoz tartozik, a transhumanista mesterséges intelligencia projekthez, amely során ránk akarják erőszakolni nem csak az 5G hálózatot, hanem egyértelműen az elektroszmog alapú berendezéseket is, mint például az elektromos autó. Aki kicsit is képben van a biofizikával és egyéb természettudományokkal, azok az emberek nagyon-nagyon jól tudják azt, hogy rengeteg olyan találmány van, ami be lett tiltva és nem lett nyilvánosságra hozva, és hogy az elektromos autó az egyáltalán nem jó sem nekünk, sem pedig a környezetünknek. A másik ilyen, amit éppen lefényképeztem, az Aldi előtt állva, hogy ezeknek az energia management programoknak és tanúsítványoknak a bevezetése már megjelent, tehát ez a folyamat már elkezdődött. A következőkben pedig az energiafegyverekről fogok egy kicsit beszélni, és azokról a szervezetekről, amelyek ennek a fejlesztésében és terjesztésében részt vesznek. Először is több fajtája van az energiafegyvereknek, most már valószínűleg napjainkban még ennél is fejlettebbeket alkalmaznak. Ez a pár, amit ide összeírtam, ez már a 80-as és 90-es években is alkalmazva volt, úgyhogy ezek közül fogunk megnézni párat. Kémiai elmekontroll és manipuláció, ezt napjainkban is alkalmazzák, ennek az egyik vegyi alapja, az pedig a szódium-fluorid, vagyis nátrium-fluorid, amelyet a csapvízbe juttatnak el hozzánk.
Maga a fluorid az káros a topozmirigyre nézve, és azt teszi lehetővé, hogy az emberek ne legyenek képesek gondolkodni, fáradékonyabbak legyenek, valamint manipulálhatóak legyenek, és képesek legyenek utasításokat követni, vagyis engedelmesebbek legyenek. Az elektronikus implantátumokról nem lesz itt szó, de rengeteg fajtája van ennek is. Az idegi implantátumok, a mikrochip alapú implantátumok elsősorban katonaságban és titkos űrprogramokban alkalmazták ezt, és ezek voltak az első olyan implantátumok, amelyeket alkalmaztak. A szintetikus telepátiáról szeretnék most egy kicsit beszélni. Szóval a DARPA-nak van egy olyan projektje, hogy hang a koponyában projekt, amit 5G segítségével nagyon-nagyon hatékonyan meg lehet valósítani. Erről egyébként dr. Jean Decaud is nagyon sok feljegyzést írt, és ő is csinált róla videót. Tehát ez a szintetikus telepátia, ez azt jelenti, hogy elektromágneses sugárzásra és bizonyos frekvencia eszközökkel el lehet azt érni, hogy az ember az a fejében gyakorlatilag egy hangot halljon, és azt az utasítást, azt kövesse. Ezt szintetikus telepátiának hívjuk, és azért szintetikus, mert a telepátiának van egy természetes formája is, ami az emberek eredeti képessége, amit szintén a háttérhatalom ügyeskedése révén elvett tőlünk, még évezredekkel ezelőtt, és ennek a szintetikus fajtáját szeretnék kifejleszteni, amely szintén a katonaság egyik programja, az elektromágneses frekvencia. Az elektromágneses frekvenciának is több formája van, ezt elsősorban chemtrail során juttatják el hozzánk, amely általában nanotechnológia alapon történik. Van egy másik is, az intelligens szövet nanotechnológia, ami a Morgellont jelenti, ezek általában mikroméretű szálak. Az elektromágneses frekvenciát kibocsátó eszközök, azok viszont többnyire nanopartikulum méretűek, vagy hogyha nem, akkor a Föld pályáján belül helyezkednek el, úgymond az űrben, ilyenek egyébként a műholdak is, ők is képesek elektromágneses frekvenciát a Földre sugározni, és megváltoztatni ezáltal az ionoszférát. A nanobox, vagy más néven okospor, ezt is chemtrail során tudják alkalmazni. Tulajdonképpen a chemtrailről leszóródó nanotechnológia, az a nanobox, tehát be is lehet lélegezni, akár is nyálkahártyán is képes felszívódni. A mostani chemtrail tekintve a lassan eloszló felhőréteg az általában a nehéz fémpermet, és amely nagyon-nagyon gyorsan eloszlik, és olyan az ég, mintha összeecsetezték volna, ez pedig a sima nanotechnológia alapú chemtrail. Szeretnék itt még megemlíteni egy projektet, ami a DARPA-nak és a Tesla-nak a közös projektje. Ez egy N3 program néven ismert elmekontroll, amely szintén alkalmazta ezt a blueprint alapú hang a koponyában technikát, amelyet ők viszont ultrahang segítségével sugároztak be. Akkor itt az ideje, hogy beszéljünk két szervezetről, a DARPA-ról és a JARPA-ról. Mind a kettő a Pentagonnak az alszervezete, tehát a katonasághoz tartozik, és természetesen a Silicon Valley-ből ered, és szándékosan nem Szilícium völgyet mondtam most. A DARPA az a fejlett védelmi kutatási projekteknek az ügynöksége, a JARPA az pedig az erre irányuló tevékenységek összessége, viszont az intelligencia, és itt az intelligencián a mesterséges intelligenciát értem, ezeket a tevékenységeket foglalja magába. Behúztam ide egy kis nyilat a mikrofonjelhez, biztosan felismeritek, hiszen minden Google Play-es applikáción, Microsoft Teams alkalmazáson vagy bármin van ez a kis mikrofonjel. Más szoftverek is használják, ez innen jön, tehát a DARPA tervezetétől. Íme itt is van az első projekt, amit állítólag a katonák egészségügyi állapotának a tesztelésére és megfigyelésére fejlesztettek ki. Ez egy olyan okostelefonnal működött, amely kapcsolódott egy adapterhez, ami egy hibrid eszköz volt, és ezzel képesek voltak a katonáknak a fiziológiai állapotát, és ráadásul még a sejteknek az állapotát is nyomkövetni. Ez tulajdonképpen úgy működött, hogy miközben